Testhőmérsékletmérést, készfertőtlenítést és egy előzetes kikérdezést követően lehetett belépni a Monyhádi Székelyházba szervezett véradásra még június elején. Akkor Pászti Vera, az Országos Vérellátó Szolgálat szekszárdi véradó állomásának főorvosa arról beszélt, több új helyszín bevonásával, kisebb véradások szervezésével igyekeznek pótolni a kieső vérkészítményeket, amit a nagyobb rendezvények elmaradása okoz. Ám a helyzet azóta változott. A véradók száma júniusban 50-nel, júliusban több mint 100-al maradt el a tavaly azonos időszakhoz képest Tolna megyében. És az országos vérkészlet is csökkent a koronavírus járvány okozta helyzet, a nyári szabadságolások, valamint a 4 napos hosszú hétvége miatt. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért rendkívüli közleményt adott ki. Ebben azt írták, hogy csak a halaszthatatlan beavatkozásokhoz biztosítják a vérkészítményeket. Ha készletünk normális szinten van, akkor ilyen 5-6 napos tartalékkal rendelkezünk. Mint említettem, ennél sokkal többre nincs is értelme törekedni, hiszen 5 nap alatt a legrövidebb beáratok úgyis kikerülnek a készletből, meg kell őket semmisíteni. Jelenleg, tehát tegnap reggelre olyan picivel 4 nap alá, tehát ilyen 3,5-4 napos átlagos felhasználásra volt elegendő, ami azért már, az már szűkös. Az Országos Vérellátó Szolgálat számos kihívással néz szembe, tette hozzá Nagy Sándor. A járvány miatt kevesebben adnak vért, mert tartanak a koronavírustól, és a nagyobb rendezvények is elmaradnak idén. Az igazán kívás az, hogy aki külföldön volt, 2 hétig nem jöhet. Maga a procedúra picit hosszabb. Még mindig vannak munkahelyek, akik óckodnak, féltik a munkavállalóikat, hogy esetleg nagy isten valaki bekerül fertőzött, és ott éppen ott adja át a véradás során egyik személy a másiknak. Mindent elkövetünk, hogy ez ne forduljon elő, maszkot biztosítunk a véradóknak, maszkban dolgoznak az embereink, extra készfertőtlenítés, tehát amit lehet, mindent elkövetünk, hogy biztonságban legyenek, de óvatatlanul az emberek tartózkodnak. A szolgálat kampányt indított a véradók toborzására. 30 ezer SMS-t küldtek ki, de minden fórumon tájékoztatják a lakosságot arról, hogy most különösen fontos lenne vért adniuk azoknak, akik egészségesek és az utóbbi 2 hétben nem jártak külföldön. Tolna megyében Szekszárdon a területi vérellátó szolgálatnál lehet ezt megtenni augusztus 28-án és 29-én, és Kakasdon a Faluházban szeptember 1-én, Tolnán a Magházban pedig szeptember 2-án.